Köszöntök mindenkit a KD jövőjéről szóló előadáson. Én vagyok Kiszer Kristóf az előadó, amint látható a Szegedi Tudományi Egyetem hallgatója vagyok. Először egy rövid bevezetés lesz arról, hogy mi az a kiút keretrendszer, hogy alakult a története. Utána térünk rá arra, hogy mi lesz a következő fő verziójába, mivel ez mind szükséges ahhoz, hogy egy kicsit megértsük a KD fejlődését is, hogy milyen irányba mennek el. A kiút keretrendszer az egy C++ nyelven írt alkalmazás fejlesztői, tehát parancsoros és grafikus alkalmazások fejlesztésre egyaránt használják. Olyan komoly cégek, például mint az Autodesk, az Európai űrügynökség, a Lucasfilm, ez csak sok példa, a Wikipédián rengeteg van. Az elterjedt, tehát minden platformra portolták már gyakorlatilag, hivatalosan csak Windows, Macintosh, Linux platformokon létezik, de nem hivatalosan iPhone-ra, Android-ra, BlackBerry-re, Amiga-ra, Haiku-ra, tehát akármire. A Qt hát nagyon régi keretrendszer, 1991-ben kezdték el fejleszteni a norvég Quasar Technologies-nál, 3 évvel később alakultak körülbelül Trolltech-é. Hát kezdetben zárt forrás, tehát zárt licenszek alatt volt elérhető, ezért is nem szerette az FSF alapítvány, a Richard Stallman féle, mivel maga Qt keretrendszer zárt volt, ezért a KD-et sem tekintették szabad szoftvernek, ami nem segítette a terjedését. Ezután született meg egy ilyen Q Public License, ami szintén nem volt még FSF által elismert nyílt forráskódú licensz, vagy az a kompatibilis, viszont már nagyobb biztonságot adott, hogyha véletlenül befejeznék a fejlesztését. A fontos mérföldkő az ott 2000, illetve 2005, amikor az egyes portok GPL licensz alá helyeződtek, a nem kereskedelmi felhasználásra szánt változat kizárólag, ami, hát, ami a KD szempontjából lényeges. A 2005-ben végre Windowson és Macintoson is, illetve hát Linuxon már addig is nyílt forráskódú licensz alá került. Így lehetővé vált a Qt, tehát a KDE alkalmazások portolása Windowsra, Macintosra, illetve FreeBSD többek között, ami még úgy használják, és viszonylag komoly fejlesztőközösség is áll mögötte, még ha csak ilyen 4-5 ember is. 2008-ban pedig a Nokia felvásárolta a Trolltech-et, önálló divízióként működtette tovább, és az volt a célja, hogy a mobiltelefonjaira ezen az alkalmazás platformon nyújtson rendszert, alkalmazásokat, mindent. Hát a Symbianban most is komolyan használják, hivatalos Nokia port is van Symbianra, illetve például a Nokia N9 nevű telefon a Linux Qt GTK Cairo alapú ilyen rendszer, hát az egyetlen telefon, ami a Migóval jelent meg egyelőre, és valószínűleg a jövőben is ő lesz az egyetlen. Itt van az a bejelentés, hogy 2011. januárban bejelentették, hogy Windows Phone 7 operációs rendszert használnak a felső kategóriás telefonjaik, tehát ezek az okostelefonok. Az alsó és közép kategóriában megtartják a Symbiant, viszont kiszervezték a Symbian fejlesztőcsapatot külső cégbe. Ez az egyesség, illetve bejelentés, ez kicsit felkavarta a szabad szoftveres közösséget, hiszen korábban ugye bejelentették, hogy ők Migót szeretnének, és az Intellel közösen fejlesztették is. Hát Nokia igyekezett gyorsan megnyugtatni a szabad szoftveres közösséget, hogy lesz Qt-t, nyílt fejlesztési modellre télnek át a Qt fejlesztése során, illetve hát bejelentették, hogy télen megjelenik a Nokia N9 is, ami ugye egy hónapja jelent meg körülbelül. A 2012-es évben várható a Qt 5, valamikor addig már csak a Qt 4.8 jelenik meg, ami
nem hoz komolyabb változást. Most ez a nyílt fejlesztési modell ez azt jelenti, hogy eddig a Nokia saját maga házon belül fejlesztette, külső emberek annyi beleszólása lehetett, hogy küldtek hibajavítást, esetleg elfogadták. Mostantól viszont attól függően, hogy ki mennyit tesz a Qt-ért, az alapján kap egy ilyen szerepkört egy 5 szintű hierarchiában, kezdve az egyszerű felhasználótól, a közreműködőn és a karbantartón át végül is a koordinátorig. Ezek a szinttől függ, hogy mennyi beleszólási joga van a Qt fejlesztésében és döntési folyamataiban. Ami minket érint, az a Qt 5 bejelentése, hogy mik azok az ötletek, elképzelések, amik meg fognak jelenni benne. Az egyik ilyen, hogy csak erre a 4 platformra fognak koncentrálni hivatalos támogatás terén, dobják a most meglévő kereskedelmi Unix támogatásokat, illetve hát a közösségre bízzák, hogy milyen platformokon jelenik meg. Elméletileg nagyon egyszerű lesz akár Solarisra, HP UX-ra, akármilyen más rendszerre portolni a Qt-ot, mivel annyira modularizált most már az egész. A Qt 3, Qt 4 váltásnál volt az, hogy radikálisan megváltozott az egész forráskód, ezért nem volt elég egyszerű, nem volt elég újrafordítani alkalmazásokat, hanem újra is kellett őket írni teljesen. Most ezt szeretnék tehát elkerülni a Qt 5 esetén, hogy minden forrás szintű kompatibilitás megmarad, a bináris kompatibilitás megszűnik, de ez csak annyit jelent, hogy újra kell fordítani egy-egy alkalmazást, és működni fog. A gépjegyekű használás ez manapság elég divatos, tehát a WebGL, OpenGL, ES, ezek, tehát mobil platformokon ugye minden, már a mobiltelefonok is hardveres gyorsítás van a grafikához, főleg az okostelefonokban, és akkor a Qt is erre épít, hogy jobban kihasználja a gépjegyekű képességét, ezáltal gyorsabb, szebb, jobb grafikus megjelenítést tud nyújtani. A Qt Quick ez már úgy másfél-két évvel létező technológia, annyit jelent, hogy a fejlesztő is egyszerűen tervezhet egy grafikus felhasználói felületet. Fogja a Qt Designer programot, összedobálja az alkalmazását, az legenerálja neki, és egyszerűen csak hozzáírja a JavaScript-ben mondjuk az alkalmazás logikát. A QML-ben pedig megtervezi a felhasználói felületet, hogyha éppen egyszerű módosításokat akar eszközölni, akkor kézzel be tud nyúlni, és így sokkal könnyebben szétválasztható az, hogy ki tervezi a programot, tehát ki fejleszti a programot, és ki a felhasználói felületét. De ezzel a Qt Quick-kel nagyon könnyen egyesíthető is a kettő. A webes integrációhoz beépített a Qt WebKit technológia épülő módszer lenne, hogy akármilyen alkalmazásból be lehet ágyazni egy webböngészőt, egy nagyon picit, és akkor Facebook lehet benne, vagy Twitter, akármi. Az egyszerű platformás, létezik ez a Qt Lighthouse nevű projekt, ami annyi, hogy szétbontják modulokra, most már rengeteg modulra szétbontva, tehát a hangrendszer, grafikus alrendszer, és így tovább, és akkor mindegyik, ami független a platformtól, az függetlenül lefordítható, és csak egy nagyon kis platform függő részt kell módosítani. Ez egy nagyon kis demója annak, hogy mi ez a QML. Ránézésre egy kicsit a HTML-re tud emlékeztetni, hogy vannak importálás részek, ez mondjuk inkább ilyen Java, C#, viszont ilyen egyszerű szintaxisa van az egésznek, hogy ezzel lehet definiálni felületi elemeket, hozzájuk tartozó szín, tulajdonság, és így tovább, és ha ez valami többet is szeretnénk, mint hogy statikus legyen, akkor egy JavaScript-ben lehet mondjuk megírni azt, hogy mit csinálja a program. Hát aki út hagyomásra, mint C++, ezért kicsit szokatlan lehet, hogy JavaScript-re szeretnének módosítani, de megtartják a C++ támogatást is, viszont ez az elsődleges céljuk, hogy mindenki JavaScript-et használjon és QML-et. Nagy kérdés, ez egy elterjedt internetes mém, hogy ez már a KDE 4.
mivel amikor megjelent a KDE 4.0, a fejlesztők azt mondták, hogy ez nem, csak kiadtak valamit, ami stabil, hogy legyen, aki szélesebb körben tesztelje, mert egy alfa-béta változatot nem tesztel senki, csak a fejlesztő. Hát ezért mondani kellett valami, ami még nincs benne minden funkció, de már stabilan használható, ez volt a 4.0, amit szépen azóta fejleszgetnek, és nagyon radikális irányváltás volt a KDE 3-hoz képest, hiszen azból megvolt az asztal, ikonokkal, mindennel. Itt többé nincs olyan ikon, ugyebár csak ezek az innen plazma elemek, és minden plazma, tehát a panel, az asztal, a alkalmazásindító, egy jegyzet alkalmazás a kis asztalon. Na most ez a váltás, hogy teljesen újraírják az egészet nulláról, ez nem fog megtörténni a KDE 5, erről még nem beszéltünk, mert még nem is tudni, mi lesz. Ilyen váltás nem fog megtörténni, ugyanolyan váltás lesz, mint a Qt 5-nél, hogy csak apró módosítások, hogy apró modulokra bontják szét a forráskódot, hogy könnyebben lehessen egyrészt karbantartani, más platformokra is akár portolni, illetve tehát a legelső fejlesztés, legelső változat óta hordozott kódokat kidobják, amire már nincs szükség, de még kénytelenek használni. Ugyanúgy meg akarják őrizni azt a forrás szintű kompatibilitást, és amit lehet, ilyen osztályokat, funkciókat, azt szeretnék a Qt-be beépíteni, hogy azok is élvezhessék az előnyeit annak, akik nem KDE-t használnak, hanem csak valami Qt-ra épülő dolgot. Mondjuk ilyen, hát a Skype az például rossz példa, mert az nagyon régi verzió is nem igazán épít rá. Hát nem tudom, VirtualBox talán esetleg, mert az is Qt-os. Ennyit tudni nagyjából a KDE Frameworks 5.0-ról, amire majd épített bármi, ami KDE-s technológiát használ, hogy folytatják még a KDE 4 sorozat fejlesztését, legalább a 4.9-ig, tehát júliusig biztosított úti terv van, illetve decemberig. Ugyanúgy ők is QML-re szeretnének átérni, amiben lehet, ezért zajlottak a Google Summer of Code keretében ilyen projektek, hogy portoljanak plazmoidakat QML-re, és akkor tényleg 6 hetet megcsináltak, illetve például a Calvin ablakkezelőben is már most fog majd megjelenni januárban néhány QML alapú fejlesztés. A QML-el egyedül az a baj, hogy nem alkalmas komplexebb alkalmazások írására, csak ilyen nagyon egyszerű kis alkalmazásokra, illetve mobilos alkalmazásokra. Ezért is volt ilyen egy másik Google Summer of Code projekt, hogy eszközkészletet fejlesztenek QML-ben, mert szükség van rá. Akkor rá is térek erre egy kicsit konkrétabb témákra, az eddig ilyen általános bevezető után. Ez az első, a Calvin ablakkezelő. Most ez 12 éves most már, és hát ez is alapos változásokon ment át, és alapos változásokon át fog menni még. Három résztéma lesz most mindjárt gyorsan, ezért milyen általános fejlesztései vannak, hogyan készülnek az X11 utáni időkre, illetve hogy milyen QML alapú fejlesztések zajlanak. A két, tehát eddig OpenGL talán 1.0-ra épült, most már OpenGL 2.0-át használ asztali rendszereken, a mobilos változat pedig OpenGL ES 2.0-át. A rajzoló eljárásait optimalizálták, hogy gyorsabban tudja kirajzolni az ablakokat, ne rajzoljon újra feleslegesen egész területeket. Meg egyrészt kidobtak olyan részeket az OpenGL pipeline-ból, amire nem volt szükség a kirajzolás során. A másik az, hogy az energiakezeléshez való viszonyt is megváltoztatták. Eddig az volt, hogyha kiúszta az ember a hálózati kábelt, akkor letiltott az effekteket, hogy azok nélkül kevesebb energiát használjon. Na most ezt megszüntetik, mostantól továbbra is ugyanúgy működik minden, lesz pörgő-forgó kocka, hogyha úgy akar az ember.
Ennek az az egyszerű magyarázata, hogy az effektek letiltása sokkal több erőforrást, tehát akkumulátoridőt, input-outputot és processzoridőt venne el, mint hogyha tovább használnánk őket. Ezért hát logikusan megtartani őket inkább. A másik pedig az, hogy itt is modularizálják az egész ablakkezelőt, és kidobálják azokat, amikre már nincs szükség. Ilyen már most is történt a 4.7-ben. Az X11 egy nagyon régi rendszer, még valahol a Unix-os időkben született, amikor az volt, hogy volt valahol egy nagy gép, és voltak a terminálokon az emberek, és a terminálon nem volt ugye számítási kapacitás, az csak továbbította és megjelenítette az adatokat. Erre ideális is volt az X11 desktop gépekre, nem ideális, ahol a szerver és a kliens ugyanaz a gép, erre felesleges. A feladatainak egy, tehát gyakorlatilag minden részét már átvették, az ablakkezelők, a kompozitorok és tehát minden más. Ezért hát nincs szükség rá, ki kellene dobni, de hát helyettesítésnek a Wayland ez még nincsen kész. Illetve hát sok funkció vagy ellen is tervezett benne, ami az X11-ben van. Ezért azt fogják tervezni, hogy szétmondják, hogy lesz egy modul, ami független attól, hogy milyen grafikus megjelenítő fut alatta, hogy legyen az X11, akár Windows, akár valami, és akkor lesznek ilyen modulok, ami X11-et támogat, lesz ami Wylandot, és ezekben akár futási idő között is tud majd váltani. A mobil eszközökön lesz ez legelőször csak támogatva, például a már megjelent Plasma Active One-on, amiről később lesz majd mindjárt szó. És hát tényleg ennek számára, ennek fontos igazából ez a Wayland, mivel hogy egy tabletre nem kell tényleg semmilyen felhasználás, és nem indokolja, hogy X11 legyen rajta. Elég oda a Wayland, amihez nem is kell olyan komplex driver-ket írni. Mert egy asztaligépen ez komoly problémákat okoz, hogy leváltottuk ugyan az X11-et, de honnan vannak hozzá drivereink. Például ezt már most mondja, az Nvidia az nem tervezi a támogatását. Valahogy így fog kinézni majd le ez a leendő architektúra, hogy itt van a kernel legalul, fölötte az a kompozitor, ablakkezelő, Wayland kiszolgáló, és ez intézi a dolgokat a kliensek és a KDE Plasma Desktop között, vagy legyen az akár Plasma Netbook, vagy Plasma Aktív. A QML első felhasználása ez, hogy a képernyőzároló, nem is párbeszéd ablak, hanem most már egy komplet képernyő lesz, ezt QM-be csinálják meg, azzal együtt, hogy a mostani képernyőzárulás megszűnik, és a Kelvin fogja annak funkciát is ellátni. Ennek biztonsági okai vannak, mert most, hogyha megnyomja valaki az elsötétített képernyőn egy gombot, akkor megjelennek az alkalmazások a háttérben, mielőtt megint elsötétülne az egész, és megjelenne a jelszókérő ablak. Ezt meg lehet kerülni azzal, illetve hát ki lehet iktatni ezt a biztonsági bakit a láncból azra, hogyha az ablakkezelő zárolja magát az ablakozórendszert, illetve mindent. Ez azzal a hátránnyal is jár, hogy az X11-es képernyővédőket már nem támogatja majd a Kelvin, viszont QML-ben lehet hozzá képernyővédőket készíteni, amit nagyon könnyen meg lehet osztani webben, és ugye a KDE-ben ez az egyik előny, hogy tényleg a hátterek beállításánál ott van egy gomb, hogy új hátterek letöltés, és akkor megjelenik egy szép lista, amit lehet ugye rendezni tényleg népszerűség, időrendszerint, és akkor ugyanez lehet képernyővédő is, hogy valaki csinál egy képernyővédőt, feltölti, azt mások le tudják majd tölteni. Ez a fejlesztő által készített egy nagyon kezdetleges változat. Ebből látszik, hogy még semmi elrendezése nincsen, tehát nincsen igazítva az elemek, és nem is így fog kinézni. Ez csak úgy például a kedvéért beraktam, hogy szemben a régi, ami csak egy fekete háttéren egy nagyon kicsi szürke ablak, ilyen szép színeseket lehet majd csinálni. Másik pedig, hogy a mostani ablakváltó effektusokat is a C++ kód helyett QML-ben fogják elkészíteni, aminek hát tényleg a könnyebb fejleszthetőség az egyik előnye, és akár ki tud egy ilyen elrendezést készíteni. És
mostantól akár a beállításnál az előnézet is meg lehet jelenteni. Most annyi az ilyen beállítás, hogy van egy legörülő menü, amiből ki lehet választani, hogy ablakáttekintő, vagy váltódoboz legyen, ami hát nem mond el sokat arról, csak úgy kísérleti úton lehet megnézni, hogy egyáltalán mit is csinál bármelyik is. A QML-esekkel pedig lesz egy nagyon szép előnézet, ami a következő dián lesz mindjárt. Nagyjából ilyesmi, ez is egy, tényleg még csak egy ilyen vázlat, ami januárban már végleges lesz, hogy milyen tényleges elrendezések is lesznek, és hogy hogy is fog ezt valójában kinézni. Ilyen elrendezések most egyelőre csak ez a vázlat van, de akár felhasználó ötleteket is várnak, hogy ki miért látna szívesen, ha elkészíti, akkor azonnal be is rakják akár. Végül pedig az utolsó téma, ez a plazma aktív WAN nevezetű. Hát KDN-nek ugye ez a plazma alapépítőkele most. Ebből építik fel az asztali számítógépekre, illetve a laptopokra szánt felületet, az a hagyományos ilyen panel, alkalmazásindító, alkalmazásváltó, és így tovább. A netbook pedig ugye, hogy felül egy kis menü és teljes képernyő és alkalmazások. Harmadiként ezt csatlakozik ez a Plasma aktíván, ami a WAN még csak tabletekre van szánva, később pedig akár tévén, telefonon, set-top boxon is megjelenhet. Hát már Nvidia Tegra 2-es platformon elindították, úgy tudom Nokia N9-en is. Ennek a középpontjában ezek a KDE aktivitásai állnak, amik hasonlóak a Linuxos virtuális asztalokhoz, például a Compiz-ban vagy a XFCE-ben, csak ezek teljesen függetlenek egymásról. Tehát két különböző virtuális asztalon két különböző aktivitás van, akkor más a háttér, más alkalmazások tartoznak hozzá, és így egy aktivitáshoz hozzáadnunk valamilyen alkalmazást, akkor ha arra váltunk, akkor automatikusan indul, és így szépen lehet szervezni, hogy itt én iskolai alkalmazások, vagy zenehallgatás, képszerkesztés, munka, akármi. A megosztás, hát ma már mindent megosztunk a webben, Facebookon, Twitteren, akármi, hát ezt is be fogják majd építeni szépen, hogy egy gombbal meg lehessen szépen osztogatni a dolgokat. A Plasma aktívánban annyi eltérés van a hagyományos aktivitásokhoz képest, hogy ezeket érintőképenyőkre optimalizálták. A váltás az valahogy úgy néz ki, hogy van felül egy kis panel, amit le kell húzni, és ott lesznek majd ilyen létező aktivitások, amik között egyszerű nyomással lehet váltogatni. Mindjárt lesz majd egy kép is róla, hogy ez hogy néz ki nagyjából. Tehát megosztás, mindent meg lehet osztani itt is, ugye, hogy készítünk valamilyen példaaktivitást. Hoppá, kitelik az időnk, és akkor azt ugye mi megoszthatjuk webben. Így néz ki egy kezdőképernyő, egy feljegyzésekkel, alkalmazásokkal, könnyezőkkel. Ez egy tehát ilyen névjegy, e-mail, mindenféle alkalmazás, ez a kontakt. Így lehet hozzáadni egy tartalmat valamilyen aktivitáshoz. Hát ez egy rövid útiterv vázlat. Plasmative 2-ban lesz ilyen autentikus ajánlásrendszer, hogy magától rendszerezi az aktivitásokat. A TRI-ben bővítik az eszköztámogatást és fejlesztik a biztonságot. És így néz ki ez az említett alkalmazásindító. Ez a legalsó része, ez a nagyon kicsi sáv, ami alapból látszik felül. Ezt lehúzva először ezek az aktivitások jelennek meg. X-el ugye be lehet zárni egyetlen aktivitást, vagy lehet váltogatni közöttük. Még lentebb húzva jönnek meg az alkalmazásindító, ahol csak így ABC sorrendben vannak az alkalmazások. És mivel lejárt az időnk, ezért köszönöm a figyelmet. Esetleg van valami kérdés? Tudod, hogy ez hogyan fog reagálni erre a véletes X11-es adatot? Tessék? X11-et, hogyha ezt kiveszik, az más desktop, hogy ezeket a részleteket érinteni fog? Biztos érinteni fogja. A Compiz-ról tudom, hogy ők is elkezdték már ugyanezt a munkát, hogy ugyanúgy modellizálják, hogy ami függ az X11-től, az egy külön modul lesz, meg ugyanígy egy VLAN támogató modul lesz benne, és ami független, az
mindkettő használja. A... Még nem. Hát az Nvidia-ról tudom, hogy hát legalábbis most még biztosan nem támogatják. Hát a mobilos hardverekre valószínűleg biztosan, tehát tabletekre. De például már működő KDS demókat is láttam belőle, hogy fut a... Hát még az még X11-en, de már VLAN-es alkalmazás is fut rajta. Jó, köszönöm a figyelmet!